Nánási Helga lírai szoprán, illetve Kendi Lajos és László Boldizsár operaénekesek előadásával kezdődött a szexuális születi napok pénteki ünnepélyes megnyitója. Ezt követően köszöntött mondott Berlinger Attila, a város polgármestere. Szoktuk is mondani, hogy ilyenkor a legszebb arcát mutatja a város. Ez a jeles esemény is az összefogás igazi ünnepe, hiszen nem jöhetne létre egy ilyen esemény, ha ebben nem venne részt az egész város. Valamennyi intézményével, lokálpatrióta vállalkozóival, akiknek ezúton is nagyon köszönöm, hogy évről évre mellénk állnak és támogatják ezt az eseményt. Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a rendezvény fontosságát és a helyi szexádi értékeket emelte ki. A születi napok az egy tisztelet a borászaink előtt. Tisztelet annak a több száz éves hagyomány előtt, ami igazából szexádot nagyját tette és föltette a térképre. Hiszen a szexádi bort azt mindenhol ismerik. Az elmúlt időszakban mondták, hogy szexád több, mint jó bor. Ez valóban így van, hiszen itt van a legjobb trapista sajt és a legjobb utazó bőröndöket is szexádon készítik. Lázár János építési és közlekedési miniszter végül nem tudott részt venni a megnyitón, helyette Ák Péter állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkár szólalt fel. És azt gondolom, hogy ez a város büszke lehet arra, amit el tudott érni, büszke lehet a borra alapuló gazdaságra, büszke lehet mindarra, amit a 20. század során újabb és újabb gazdasági állomásokként öregbítették a városnak a hírnevét. A szexádi születi napok egészen szeptember 22-ig számos kulturális programmal, koncertekkel, finom ételekkel és borokkal várja a kilátogató vendégeket.